Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Trópusi történet! Írta Forrópál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább. 4.0 nemzetközi CC BY és a 4.0 Creative Commons licenc feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978 615 55 56 9 online. MK 15378. Első fejezet. A feketékkel napok óta nem lehetett bírni. Max a felügyelő hasztalan vágott végig a hátukon bambuszbotjával szörnyű káromkodások között, a máskor engedelmes, jámbor négerek ügyet sem vetettek rá. Tisztára meg voltak zavarodva. Minden pillanatban összedugták a fejüket, sugdolóztak, a kapott parancsokat rosszul és szórakozottan hajtották végre. Mikor André Szalmon, az útépítést vezető mérnök este felé megérkezett kisfordautóján, azonnal megállapította, hogy a munka jóformán semmit sem haladt. Nem volt meglepetve, és még csak nem is mérgelődött. Afrikában nem sietős a munka. A négerekben még töretlenül él az évezredes bölcsesség, hogy az ember lehetőleg minél kevesebbet dolgozzon. Ha a nyakukra küldött fehérek nagyon erőszakolják a dolgot, nagy kedvetlenül neki látnak a földhordásnak, de ezt csak szükséges rossznak tekintik, amitől irtózik a testük lelkük. Mindazonáltal Andrea tekinté kedvéért maga elé citált a Togót, a néger munkavezetőt és Rinocérosz korbácsát rázva ordítozott. Mi csoda disznóság ez? Miért nem dolgoztatok, bitangok? Togó egész testében remegve dadogta. Ne haragudj, nagy úr! Két nap múlva nagy néger ünnep lesz. A nagy szellem ilyenkor azt akarja, hogy már rágondoljunk. Mi csoda ünnepetek lesz? Felavatjuk a lányokat. Togó szeme huncutul és kevélyen villant. Széles, fekete arcára boldog mosoly húzódott. Kevés a nő. Mondotta magyarázkodva, és asszony nélkül olyan a szegény néger, mint az elrúgott kutya. André tudta, hogy mit jelent ez. A néger férfi csak addig dolgozik, ameddig feleséget nem kap. Attól kezdve minden munkát az asszonyra hárít. A férfi legfeljebb csak vadászni jár, azt is csak virtuskodó kedvtelésből. De hát kevés az asszony és drága. Van olyan, amelyikért 500 frankot is elkérnek. Sőt ennél is nagyobb összeget. Honnan vegyen ilyen szédítő summákat a szegény fekete, akinek a napi bére legfeljebb 3-4 frank. De még ha csoda folytán együtt is van a pénz, mert hála a nagy szellemnek, néha sikerül tehenet, kecskét lopni, nagy kérdés, hogy talál-e a férfi megfelelő asszonyt. Ezért nagy dolog az asszonyavatás. Amikor a felserdült leánygyermekeket felveszik a közösségbe, és felkínálják őket feleségnek. Togó elárulta, hogy ez különösen szerencsés esztendő, mert huszonnégy leányt fognak avatni. És van közöttük egy. Togó nagyon elégedetten vigyorgott és önérzetesen csörgette a nadrágszárába dugott frankokat. E pillanatban különösen büszke volt arra, hogy munkavezető és mint ilyen nadrágot és kalapot hordhat. Előre érezte, mennyire fogja ez szédíteni jövendőbeli asszonyát. Második fejezet Este az urak együtt ültek a kaszinóban, hat fehér, folyton berejtékező, agyonkínzott ember, akiknek idegeit a hónapok óta szakadatlanul rájuk zuhogó hőség már szinte robbanó kazánná változtatta. Időnként valamennyin kitört a trópusi őrület, amikor dühöngtek, késeikkel és revolvereikkel hadonáztak, összetörtek mindent, ami kezük ügyébe esett. A négerek ilyenkor rémülten bújtak el, tudták, hogy halálos veszedelem a dühroham alatt fehér emberrel találkozni. A fehérek nem tudták, mit csináljanak rengeteg felesleges energiájukkal, amelyet a túnya munkátlanság, a túlságosan bő táplálkozás és a lankasztóhőség óriásira duzzasztott. Semmihez sem volt kedvük. Hónapokig nem írtak egyetlen levelet sem. A levegőbe bámultak és mozdulatlanul hevertek nyugszékeiken, mint a fövenyen elnyúló krokodilok vagy vízilovak. Még egymáshoz sem szóltak. Mit is beszéltek volna? Túlságosan ismerték egymást, már régen elmondtak mindent. A kezük néha bágyat mozdulatra emelkedett, és a néger boly tudta, hogy ilyenkor a fehér úr inni akar. Elképesztően sokat ittak. A folytonos izadástól szomjasan, szinte szüntelenül ürítgették a sört, a különböző pálinkákat és pesgőt, amelyekért fantasztikus összegeket fizettek a trópuson dolgozó mérnökök óriási fizetést kapnak. És mégis a legtöbbje alig tud félretenni valamit, mert pénzét alkoholra költi. És néha megszólaltak, nőkről beszélgettek. Mint egy delíriumos látomány bontakozott ki előttük a párizsi éjszaka, a Moulin Rouge, a Folie Burger, az ambasszádor revűi. A vágy és a távolság megnagyította és kiszínezte a valóságot, Csodákat beszéltek fehér asszonyokról, akiket csókoltak valaha. Valamennyien nőtlenek voltak, a részvénytársaság, amely az utakat építette, nem küldött nős embereket a gyarmatokra. Nem európai asszonyoknak való a gyilkos klíma és azok a füllett titkok, amelyekkel tele van Afrika rejtelmes éjszakája. A telehold lassan szállt fel a fák fölé és az őserdő felől már órák óta állandóan szólt a tamtam. -tam. Egyhangúan, hol gyorsabb, hol lassú ritmussal, azzal a kitartó, mérlázító, megőrítő végtelenséggel, amely végül is önkívületbe ejti azt, aki hallgatja. Fekete dögök! Káromkodott Pól a 110 kilós Herkules. Szét kellene korbácsolni őket! Hé, Ali! Kiáltott az egyik bojra. mit csinálnak azok a részek disznók? Miért verik már órák óta a tamtamot? a boly arca valósággal átszellemült. Ma van az asszonyavatás, uram! Á, persze! Kiáltotta André, hiszen már Togó is beszélt erről. Ezért nem dolgoztak a gazemberek már napok óta. Morris, a belga fiú felállt. Ohó, ez egészen érdekes lehet. Gyertek, nézzük meg! Az urak kitűnőnek találták az ötletet indultak kifelé a kaszinóból. A néger boly rémülten állt eléjük. Azt nem lehet, nem szabad. Kiáltotta és a fekete bőre alatt is hamuszürke lett ilyettében. Miért nem? Kérdezte Morris. Mert ha fehér ember megnézi az avatást, akkor a fekete nők, akiket felavatnak, mind meddőek lesznek. A férfiak nevettek. Nem baj, Ali, ha kevesen lesztek, majd hozatunk Afrika másik részéből munkásokat. A bolyjaj veszékelve rohant el. Moris dühöngött. Ez a gazember még elrontja a mulatságunkat. Felzavarja a csürhét. Csak ugyan, alig mentek néhány száz métert, Kanu, a varázslómester jött velük szemben. Kanu félelmesen ki volt festve, fekete bőrén fehér és piros sárkány vonalak ékeskedtek, a fején másfél méter magas tolbokréta lengett, vállát párduc bőr fette és a kezében füstölgő edény tartott, amelynek émeítő, penetráns szaga nem sok bizalmat gerjesztett annak tartalma iránt. A varázsló a földre vetette magát a fehér urak előtt és üvöltözve könyörgött, hogy forduljanak vissza, ne hozzanak veszedelmet a törzsre. André már tudta, hogyan kell kanu nyelvén beszélni. Ne ordítozz, kanu, mondotta szigorúan. Te olyan nagy és hatalmas varázsló vagy, hogy egyszerűen megkéred a nagy szellemet, bocsássa meg a mi jelenlétünket. Itt van húsz frank, ebből végy áldozati csúkot. A vén gazember elégedetten vigyorgott és biztosította a fehér urakat, hogy majd ő mindent elintéz. Csak ugyan dühös fej, és kézrázással magyarázta meg a fákja fény mellett gyülekező négereknek, hogy a fehér urakat nem lehetett ugyan visszatartani, de ez nem baj, mert ő a nagy szellemmel már elintézte az ügyet. A felavatandó lányok nemcsak, hogy nem lesznek meddők, hanem ellenkezőleg születendő gyermekeik a fehérek eszét és erejét fogják örökölni a mérnökök a négerektől távolabb egy termitadom tetején foglaltak helyet, ahonnan kényelmesen láthatták a ceremóniát. Harmadik fejezet A tamtamok még szilajabbul szóltak és a körben ülők közül egyre több néger férfi perdült a kör közepébe, ahol szörnyű rángatódó táncba kezdtek, miközben kanu szorgalmasan füstölte őket ugyanakkor éneklő asszonyok óriási kancsókban sört hortak körül, amelyekből rengeteget ittak. A háttérből egyszerre rémületes, óriási alakok tántorogtak előre. Falábakon járó, ijesztő állarcot hordó, démonokat ábrázoló varázslók csoportja volt ez, akik mögött énekelve, ritmikus tálléptekkel jöttek a felavatandó lányok. Égtelen üvöltés fogadta őket. A megkergült négerek külön ugrálták körül mindegyiket és kanu megfüstölte, varáskenő cselkente be testüket és mindegyiknek amulettet akasztott a nyakába. André, akinek kitűnő szeme volt, rámutatott az egyik lányra. Azt nézzétek, milyen pompás teremtés. Szavamra, dísze lehetne egy egzotikus revűnek. Különb, mint Josephine Baker. Akár egy ében faszobor. Paul megvetéssel vont a vállát. Néger. Elég volt belőlük. De André nem is hallotta ezt a választ. Togót a néger munkafelügyelőt figyelte, aki táncolva közeledett a fekete Vénuszhoz, és mikor eléje ért, különböző varázsmozdulatokat végzett, majd a lány zavart mosolyjal, banánnal kínálta meg. Mind a ketten sugároztak a boldogságtól. Nolám, mormogta André, ez hát a lány, akire célzott. És hangosan, parancsoló hangon kiáltotta. Togó, ide gyere! A négerbambán a sörtől és a tánc kábulatától együgyűen merett Andréra. Hozd ide a lányt! Parancsolta a mérnök. Togó arca eltorzult a rémülettől és kétségbeeséstől. De Afrikában nem lehet ellentmondani a fehér embernek. Reszketve intette magához az ámuló lányt. Hogy hívnak? Kérdezte André. Diga. Jól van, Diga. Bólintott a mérnök. Menj a lakásomra. Teleszelmától kezdve a tukatim. Nagy dolog ez. Néger nőt nem érhet nagyobb tisztesség, mint hogy a fehér ember házvezetőnője legyen. Togó valamit hebegett. Nem lehetett a szavát érteni. A boldogtalan úgy didergett, hogy a fogavacogását lehetett hallani. Diga mozdulatlanul állt. Néger illem szerint a nőknek tartózkodniok kell minden érzelmi nyilvánítástól. A férfiak majd döntenek sorsa felett. A mérnök néhány bankjegyet nyújtott át togónak. Nesze, végy magadnak más feleséget. A pénz a földre hullott. A görcsösen ökölbe szorult ujjak nem tudták megragadni. De a mérnök nem törődött ezzel. Gyere! mondotta kurtán Digának, és elindultak a lakása felé. Negyedik fejezet. Diga két nap múlva szép fehér burnuszban jelent meg a piacon. A nyakában üveglánc lógott. Már messziről látszott rajta, hogy tukatim lett mert ilyen elegánsan csak a fehér urak gazdaszonyai járnak. A nagy szerencse azért nem tette elbizakodottá. Barátságosan köszöntötte ismerőseit, és noha bőven volt pénz a kosarában, makacsul és elszántan alkudozott a csirkék és gyümölcsök ára felett. A legszebb tyúkokat és a legízesebb gyümölcsöket rakta kosarába, mert tudta, hogy a fehér urak milyen kényesek a gyomrukra és magának is vásárolt néhány nyalánkságot kedvenc csemegéje volt a kókuszolajban kisütött, vastag pálmahernyó, amelyhez apró, irgalmatlanul csípős paprikát nyelt. André nagyon meg volt elégedve Digával, aki kutyahűséggel és megható figyelmességgel szolgálta ki. Új szőnyeget szőtt pálmarostokból, szinte vallásos tisztelettel gondozta ruháit, kiirtotta a lakásban az újnyi nagyságú pókokat, a kövérre hízott patkányokat és a félméteres gyíkokat, melyek bogarakra vadáztak a falakon. Udu, Diga atya időnként megvárta Andrét a háza kapuja előtt és alázatos hajlongások közepette érdeklődött, hogyan van megelégedve leányával a nagyúr. Nincse panasza, kifogása, mert akkor ő menten agyonvágja a haszontalant. A vén betyár tudta, hogy ilyenkor mindig kap egy-két jó falatot, egy korsósört, sőt talán néhány frankot is. A néger illem tiltja, hogy a nő szerelmi érzéseiről beszéljen, Diga nem is dicsekedett senkinek szerencséjével, nem mesélte el, hogy mennyire boldog, még Andrénak sem mert áradozó, kedves szavakat mondani minden tettével, mosolyával, elragadtatott mozdulataival, szeme csillogásával elárult a szerelmét, de mindez néma muzsika maradt. A fehér férfiak jól ismerik a néger nőke furcsa szokását, amely arra kényszeríti őket, hogy szeméremből és a férfi iránti alázatból a szerelem perceiben megnémuljanak. Olyan mélyen gyökerezik ez a szokás bennük, hogy ez ellen reménytelen minden küzdelem a szeretkezés náluk az Isten egyik formája, melynek merev és változhatatlan formái vannak és azoknak megszegését kegyetlenül megtorolják a különböző démonok. A szerelmes asszony talán nem is törődne a maga elkárhozásával, de a férfit félti, akire szintén baj származna. Á, valóban nem volt nagy eset az egész, a kaszinóban sem ejtettek róla szót, mindössze annyi történt, hogy Togó nem jelentkezett többé a munkán. Visszaküldte a felügyelői nadrágot és a széles szalmakalapot, megint mezítelenül ült a kunyhója előtt és folytonivott. André vállat vont, mikor közölték vele, hogy togó nem hajlandó többé dolgozni. Egy kicsit sajnálta, mert értelmesebb volt, mint a többi munkás, de Afrikában semmiből sem csinál az ember nagy dolgot. Legfeljebb lassabban halad a munka, vagy még szerződtetnek néhány száz négert. Igazán nem fontos. Kinek sürgős ez az út? A négerek, szegények igazán nem vágyakoznak utána. Megvoltak ők évezredekig utak nélkül is. Az pedig tiszta haszon, ha a fehér emberek nem jönnek-mennek még nagyobb tömegekben. Elég bajt okoznak így is. Ötödik fejezet. Este a kaszinóban még a szokottnál is ingerültebb hangulatban ültek a férfiak. A levegőben biharlógott, a majmok rikácsolva riadtak fel a mennydörgésre, és rémületükben a kaszinó teraszára ugráltak a közeli fákról. Az erdő felől néha elnyúlt ordítás hangzott. Máskor ilyen esetben feltétlenül megjegyezte volna valamelyikük. Illene egy kis oroszlán vadászatra mennünk. De most nem gondoltak vadászatra az urak mérgesek voltak, mert levél érkezett Brüsszelből, amelyben a társaság értesítette őket, hogy útnak indította Robert Doré urat, aki majd felülvizsgálja az eddig végzett munkálatokat. Az ördög vigye el. Dühöngött Pól, most majd megint magyarázkodhatunk néhány hétig, kitalálhatunk apró hazugságokat, kiköphetjük a tüdőnket, amíg végre megértetjük Doré úrral, hogy Afrika nem Európa, és hogy itt más mértékkel kell mérni a teljesítményeket, mint oda-haza. André legyintett. Majd én elintézem Doré urat. Ne féljetek, gondoskodom róla, hogy elfogja a trópusi láz egy kis elefántvadászat, néger ünnepélyek megrendezzük neki a gyarmatügyi kiállítás összes szenzációit. Két héten belül kikészítjük. Ám bár valószínű, hogy mire ide érkezik, már olyan maláriás lesz, hogy kisebb gondja is nagyobb lesz a munka ellenőrzésénél. Boldog lesz, ha lőrú doktor egy kis életet fecskendez belé injekciós tőivel. Az eső megerett. Patakokban ömlött a víz. Az erdő idegtépően ropogott, zúgott, jajgatott. Az éjszaka megtelt rémülettel. Elveszett ember, akit a szabadban ér az ilyen vad trópusi zivatar. Az elképzelhetetlenül sűrű zápor szinte lehetetlenné teszi a lélegzést, mintha folyó fenekére került volna az ember. Orrán, fülén, száján csorog be a víz. Pierre Vokap, egy 28 éves fiatal legény félig aléltan nyúlt el a nyugszéken és azt mondta. Legjobb lenne megdögleni. Valamennyinek elernyett az idegzete. Mintha megereszkedett, foszlott kötelek lógtak volna bennük inak és izmok helyett. És a távolból szüntelenül hangzott a menedéket kereső állatok bőgése, ordítása, makogása, rikácsolása. Még csak ez hiányzott, mondta keserűen Pól, ez az átkozott vihar. Hiszen amit nagy keservesen elkészítettünk, holnapra az is sártenger lesz. Bár a nyakát törné Dori úr valahol az úton. Igazán nincsen rá semmi szükségünk. Senki sem kell, senki. Kiáltotta váratlanul vad Pierre. A többiek rá sem néztek. Tudták, hogy sokat ivott, és most ez a vihar. Egy kis afrikai idegjáték. Az előbbi nagy elernyedést hirtelen dűvroham váltotta fel. Egy fél óra múlva az ivatar minden átmenet nélkül elállt. Amikor André később hazament, digát a szoba sarkában imádkozva találta. Egy csontból faragott kis bálvány előtt hajlongott, miközben éneklő hangon hívta segítségül a jó szellemeket. – Mit csinálsz? – kérdezte meglepetten André. A lány boldog meglepetéssel rezzent fel. Úram, kiáltotta, az előbb annyi gonosz szellem dühöngött odakint, és én féltem, hogy uramnak baja történhetik. Ez volt az egyetlen szerelmi vallomás, melyet diga meg mert kockáztatni. André egyáltalában nem volt meghatva. Természetesnek tartotta, hogy ő fehér férfi, akit imádni kell egy néger lánynak. Hatodik fejezet. Robert Dóri csak ugyan megérkezett. Negyven év körüli, pirosképű, pápa szemes, kissé hízásnak indult férfi volt. Még néhány száz kilométernyire lehetett a teleptől, amikor a négerek már pontosan értesülve voltak a nagy eseményről. A primitív emberek erdei telegramja nagyszerűen működött. A dobokon, fatörzsökön kikopogott sürgönnyeleket pontosan továbbadták, és a négerek már azt is tudták, amiről a fehéreknek még sejtelmük sem volt. Hogy Robert Doré nem egyedül jön, hanem egy fehér hölgy is van a kíséretében. A hír igaznak bizonyult. Robert Doré nem régen nősült. A vállalat egy fiatal tisztviselőnőjét vette feleségül, a húsz esztendős Louis Vokurtot. Doré halálosan szerelmes volt feleségébe, aki lényegesen kevesebb hévvel viszonozta uraérzéseit. Louis már menyasszony volt, mikor Doré megkérte a kezét. Egy sportbajnok volt a vőlegénye, de a házasság megkötése anyagi okokból egyre kitolódott. Amikor Doré bevallotta szerelmét, Louis nem habozhatott tisztában volt azzal, hogy új kérője oldalán olyan jólétben lesz része, amilyenről mint a sportbajnok felesége nem is álmodhat. Nőül ment hát hidegen, felismerve a rideg és józan számítások eredményének kényszerítő erejét. A házasság nem volt boldog. A férfi érezte, hogy felesége nem szereti, és ez teljesen feldúlt a lelki nyugalmát. Rettentően féltékeny volt mindenkire gyanakodott. Az okos, józan asszony hiába kerülte a hűtlenségnek még a látszatát is. Doréban állandóan izzott, viharzott a kétségbeesés. Különösen a sportbajnokot gyűlölte, mert meg volt győződve, hogy Louis még mindig változatlan szerelemmel imádja. A bajnok magánéletében egy olajfinomító gyár kis hivatalnoka volt. Doré nem nyugodott, amíg összeköttetéseivel ki nem járta, hogy a gyára fiatalembert egyik vidéki fiókjába helyezte. Lui látszólagos közönnyel vette tudomásul a hírt, de lelke mélyén megvetette férje alattomos eljárását, amely mélyen sértette önérzetét. Amikor a vállalat Dorét megbízta, hogy látogassa meg az afrikai építkezéseket, Doré nyomban elhatározta, hogy magával viszi feleségét is hiszen még akkor sem bízott benne, amikor egész nap ott lógott az oldala mellett. Még a bevásárlásaira is elkísérte. De hogy is tudta volna magára hagyni három-négy hónapra Párizsban. A dolog különben egészen könnyen ment. Louis boldog volt, hogy bepillanthat a gyarmatok egzotikus világába. Á, Párist már úgy is halálosan unta. Mióta férjhez ment, szinte úraműpontossággal volt beosztva az élete. Még a mulatságaiknak ízét is elvette Doré kibírhatatlan féltékenysége. Idegennel nem volt szabad táncolnia, és ha a társaságban, egy férfi kissé melegebben kezdett foglalkozni vele, Doré mint a kesejű csapott le, és valamilyen ürügy alatt már vitte haza. Louis képzeletét határtalanul izgatta Afrika. Az ismerősök ijesztgetni próbálták. Rémes színekkel ecsetelték a moszkitók gyilkos támadását, a kibírhatatlan hőséget, a négerek undorító piszkosságát, a lakásokba lopódó kígyók halálos marását, az éjszakát gyötrelmessé tevő milliárdnyi rovar förtelmességét, a gyermekfej nagyságú röpülő kutyák és vámpírok undok üvöltését. Louis mindenre azt mondta, látni akarom a hajóút első fele meglehetősen kellemes volt. De mikor az egyenlítő felé közeledtek, a trópikus hőség már kezdte megmutatni erejét. Louis nehezen lélegzett, szívdobogása volt, fárasztotta a mozgás és órák hosszat feküdt mozdulatlanul. A férje előtt mindezt titkolni igyekezett, csak a hajó orvosának panaszkodott, aki azonban megvigasztalta átmeneti állapot. Hamarosan meg fogja szokni a hajó hűtőkészülékei ontották a sok jeges italt, fagylaltot, a villamos szellőztetőgépek pompásan működtek. De azután jött a partra szállás. Két napi utazás a keskenyvágányú szellős vonaton pálma, kenyérfa és kaucsukerdőkben. A vonat mellett gazellák szaladgálnak, és az állomásokon majmok lopkodják a kosarakban álló banánokat. A vasútnak étkező kocsija van és a néger pincérek fehér vászonruhában szolgálnak fel. Mindez nagyon kedves és érdekes. De egyszerre csak elfogynak a vasúti sínek. Nincs tovább. Az utolsó állomáson karaván várja őket. Összvérek, négerek vállára fektetett horcékek, szétszedhető sátrak, fegyverek. 24 ember és a vezető. Az első néhány óra nagyon mulatságos. Azután mocsár következik. Rengeteg szúnyog. Le kell bocsátani a kalapok szúnyoghálóját. A hőség elviselhetetlen. Nincs több éjjégbe hűtött víz. Éjjelre egy erdőbe értek. Fákják fénye mellett haladtak tovább. Az éjszakát ki kell használni, majd inkább nappal pihennek. Louis ereiben tűzfolyó keringett. Állandóan kábult volt. Nem tudott gondolkozni, a homlokán verejték ütött ki. A levegő túlságosan fűszeres volt, óriási, harsány színű virágok, mintha ópiumot leheltek volna. Erőtlenül pihegett a horcéken, amely lassan himbálódott a négerek vállán. Louis megijedt. Érezte, hogyan változik át egész énje forró nyugtalanság gyötörte, melynek még nem tudta sem okát, sem nevét. A férjét nézte, aki látszólag frissen és ruganyosan haladt a négerek mellett. Néha megállt, célba vett egy madarat és eldurantotta fegyverét. Doré már több ízben járt Afrikában. Az ő idegrendszerét nem támadta meg a gyilkos klíma. Louis megfigyelte, milyen ravaszul és elégedetten pillant rá időnként. Mintha örülne annak, hogy ő most tehetetlenül, a hőségtől eltikkadtan, szinte félholtan fekszik. Luitő felháborította ez a sátáni öröm. Gyanú ébredezett benne, hogy Robert tervszerűen készítette elő afrikai útjukat. A gyáva és féltékeny ember előre élvezte a gondolatot, hogy itt végre csak ugyan ő lesz az erősebb. Tudta, tudnia kellett, hogy milyen rombolást végez a trópikus klíma azoknak a szervezetében, akik még nem együtttek hozzá. Hónapokig tart, amíg az idegek lassanként megszokják az állandó meleget, az erdők párolgását, a rovarok kellemetlenkedéseit. Louis egyszerre kiábrándult afrikai illúzióiból, és szörnyű rémület fogta el. Majd Majdnem felsikoltott kétségbeesésében teljes világossággal eszmélt arra, hogy tökéletesen ki van szolgáltatva Robertnek. Ez a gondolat vérig sértette önérzetét. Hiszen a legszerelmesebb asszony is csak addig tud szívvel lélekkel odaadó lenni, ameddig ezt szabad akaratból teszi. Mert a kényszer érzése gyűlöletté változtatja a legszenvedélyesebb szerelmet is ha a szerelmest megfosztják attól az illúziójától, hogy szabad akaratából cselekszik, gyűlölködő ellenséggé változik. Louis eddig sem szerette férjét, de korrekt és ízléses volt mindig, mert levonta annak következményét, hogy a maga elhatározásából lett Robert felesége. Eddig egyenlő, szabad felek voltak. De most minden megváltozott. Kiszolgáltatott rabszolganő lett kényszer és ravasság tartja Robert hatalmában. A féri bosszút állt azokért a sérelmekért, melyeket féltékenységében elszenvedni vélt. Legalábbis így érezte Louis. Hetedik fejezet Nem csak a négerek bámulták meg határtalan kíváncsisággal louis hanem a mérnökök is. Mintha még ők sem láttak volna fehér asszont álmos közönyük egyszerre megszűnt, valósággal felvillanyozottak. Bozontos szakállukat sietve leborot válták, gyűrött, piszkos vászonruháikat kimosatták, vasaltatták, a telep megzavart hangyabolyhoz hasonlított. Mindenki tele volt nyugtalansággal, izgalommal, a nő egyszerre hatalmába ejtette őket és szinte megható naivsággal rendelték magukat alá a váratlanul közéjük toppant nő uralmának. Doréról szinte tudomást sem vettek, a férfi személye valósággal eltörpült az asszony mellett. Csak most, amikor ismét beszívták egy nagyvilági nő parfümjét és a Párizs eleganciája bájolta el szemüket, ébredtek annak tudatára, hogy mennyire elvadultak az esztendők során. Esetleneknek, ostobáknak érezték magukat és lámpalázasan ejtettek ki minden szót, mert féltek, hogy durván és bárdolatlanul hangzik az, amit mondanak. A kaszinót kicsinosították, mert Doré többször magával hozta a feleségét. Nagy gondot fordítottak az ízléses terítésre, keveset ittak, mert féltek, hogy lerészegednek. De a látszólagos fegyelmezett szék borzalmas indulatokat takart. A hat férfi halálosan szerelmes volt Louisba. Erről soha egyikük sem beszélt, de enélkül is tisztában voltak mindennel. Az évek során alaposan megismerték egymást, mindegyik tudta a másikról, hogyan szokott öltözködni, milyen mocskos cinizmussal gondolkozik a nőkről, szerelemről, mennyi sört vagy pesgőt szokott esténként inni. És most kölcsönös undorral és lenéző mosolyjal állapította meg mindegyik, hogy a másik milyen dendisen öltözködik, hogy milyen komikusan hiú, milyen berejtékes erőlködéssel próbál az asszonynak tetszeni. Még sohasem látták ennyire tisztán egymás gyengéit és a bennük rejlő ellenszembes tulajdonságokat. A hosszú együttélés megszokott szága alatt kifejlődött barátságok kölcsönös megvetésé változtak. Az urak egyszerre nagyon komolyan vették a hivatali rangjukat, szolgálati hangon kezdtek egymással diskurálni, ami eddig teljesen ismeretlen volt. Boldogok voltak, ha hibát fedezhettek fel a másik munkájában, éles rendreutasítások, fegyelmi eljárással való fenyegetések voltak napirenden. Doré úgy élvezte mindezt, mint ahogyan Lucifer gyönyörködhetik az elkárhozott lelkek örök marakodásában. Határtalan hím duzzasztotta keblét, hogy a többi férfi szenved és irigyli tőle az asszonyt valósággal könyörgött Louis-nak, hogy minél pompásabb ruhákban jelenjen meg, úgy mutogatta az asszonyt, mint a maharadzsák legendás gyémántjaikat. Louis boldogtalan volt. Megvetette férje alantas hiúságát és írtózott szultáni pöfeszkedésétől. De bántotta és zavarba hozta a férfiak éhes tekintete is. Túlzottan kedves és udvarias volt mindegyikhez, vigyázott arra, hogy egyiket se tüntesse ki a másik rovására. Legjobban a kora hajnali órákat szerette, amikor a férfiak kilovagoltak a munkához és magára maradt. Ilyenkor lovaglónadrágot és szárú cipőt húzott, tropikus, parafával bélelt sisakot tett a fejére, a vállára puskát akasztott és cserkészni ment néhány néger szolga kíséretében. Nevetnie kellett, olyan valószínűtlen volt mindez. Mintha Hollywoodba hívták volna valamilyen egzotikus film főszerepének eljátszására. Többször elment a folyó partjára, ahol ezrével hevertek az óriási krokodilok. Olyan élettelenül nyújtóztak a napon, hogy messziről kivágott fatörzsekhez hasonlítottak. Néhány szörnyetek koponyájába golyót röpített, és nagy diadallal falgákra kötözve vitték haza az elejtett óriás hüllőt. A négerek, akik kedvében akartak járni, apró majmokkal ajándékozták meg, amelyekkel csak ugyan pompásan szórakozott. Csak délutánok és esték ne lettek volna. Azok a szörnyű, agyat forraló, lélegzetet elállító forró délutánok, amikor Bénultan hevert a kereveten és éterrel permetezte a nyakát és a homlokát. Ilyenkor, mintha kicserélődött volna a lénye. Képzelete furcsa, fantasztikus alakokkal népesült be, ijesztő hangokat hallott az erdő felől, vigyorgó néger bálványok elevenettek meg előtte, érzéki tévedések riasztották mintha ő is négernő lett volna és a tamtam őrítő hangjaira táncolt volna. Mikor kinyitotta a szemét, villogó, furcsa tekintet merett rá. Felsikoltott ilyettében. Pillanatokig tartott, amíg felismerte a vele szemben álló férfit. André volt. Madame -e mondta udvarias meghajlással a férfi. Ön nem nagyon óvatos. Afrikában nem tanácsos nyitott ajtó mellett aludni. Még szerencse, hogy a négere értem rohant és figyelmeztetett, hogy veszély fenyegeti. Egy fekete zöldes, idomtalan tömeg berúgott. Hatalmas, agyonvert óriás kígyó volt. Louis elsápadt. Nem értem, mondotta. A néger itt őrködött a küszöbön. Igen, de a fickó csak későn pillantotta meg a kígyót, amikor már felkúszott a lépcsőkön. És nem mert utána menni, mert a parancsa úgy szólt, hogy semmi szín alatt nem lépheti át a szoba küszöbét. A szegény együgyű fekete azt hitte, hogy a halálok halálával hal meg, ha megszegi a tilalmat. Önt a szemében. Hatalmas, mint egyisten. Valószínűleg meg volt győződve, hogy a kígyó sem árthat a fehér asszonynak. Engem inkább csak azért hívott, hogy tanulja legyek, amikor a kígyót a fehér asszony egy mozdulatával, talán csak lélegzetével, vagy egy pillantásával megsemmisíti. Az asszony csak most vette észre, hogy majdnem egészen mezítelen. Mindössze egy könnyű, szinte áttetsző fehér sejemkendő volt ráborítva, amely lecsúszott válláról, mikor az imént riadtam felugrott. Zavartan igyekezett jobban beburkolódni. De érezte, hogy a férfi pillantása hogyan fúrja át a leplet, és szinte perzseli a bőrét. Köszönöm, uram, hogy megmentett! Mondotta, és ösztönszerűen hátralépett. Lehúzta a kerevet, barna virágos takaróját, és azt csavarta maga köré. André Salmon vagyok, ha Madame elfelejtette volna a nevemet, mondotta a mérnök. Szeretném, ha megjegyezné a nevemet, ha legalább ennyivel különböztetne meg a többi kollégámtól. Louis nevetett. Valóban, túlságosan szórakozott volt, képtelen volt közömbös emberek neveit megjegyezni. A mérnökök bosszúsan állapították meg, hogy állandóan összetéveszti őket világos jele annak, hogy egyáltalában nem érdeklik ő nagyságát. Meg fogom jegyezni, Mösziő Szalmon. Válaszolta. És kedvesen mosolygott. A férfi szíve vadul vert. Miért jött közénk? Önnek nem lett volna szabad ide jönnie. Kiáltotta váratlanul és oly hevesen, hogy az asszony megrezzent. Miért mondja ezt? Kérdezte riadtan. Mit tudja ön azt, hogy mit jelent nekünk az asszony? Fehér nő ebben a rengetegben. Itt élünk a legbujább, legmámorosabb világban, ahol őrjöngve budjan a földből a termékenység, ahol minden lustán nyújtózkodik, nedvektől duzzad. Asszonytalanul élünk. Alkoholba folytjuk a víziókat, amelyek megrohannak. A négernők, ezek a néma, alázatos bábok csak feldühítik az embert, mi fehérek harcolni szeretünk a szerelmünkért. A mi szerelmünk csupa titokzatos szépség, váratlan izgalom, féltékenység, egyenlőrangú ellenfelek küzdelme. Itt fantáziátlan, örömtelen fiziológiai művelet. Nincs harc, nincs ellenállás, nincs kacagás a néger nő inkább meghal, semhogy csók közben nevetéssel sértse meg a fehér férfit. De mégis éltünk, amíg ön nem jött ide. Beletörtük magunkat a változhatatlanba. Párizs, a nők már elvesztették valószerűségüket. Beszéltünk róluk, mint akár óceániáról, az elsőjet világról, vagy a mesék aranymezőiről. De most itt van, elhozta a megfogható valóságot, úgy zúzta szét a mi ezer nyomorúsággal magunkra erőltetett nyugalmunkat, mint egy vaspöröly. A hangja elfulladt, nehezen lélegzett. Szeretem magát, mondotta tikkattan. Én már elfelejtettem a szavakat, melyeket ilyenkor mondani szoktak. Vadember lettem, öt éve élek a rengetegben nem tudok búkolni, olyan esetlen vagyok, mint egy bivaj. De az érzéseim. Ha megértené ezt a mindent elsöprő forró vágyat és imádatot, amely kizeng belőlem, mint az orkán, őszintén, mint a madárdal és barnán, mint ez a kövér föld körülöttünk. Csillapodjon! Mondotta az asszony és megdidergett, ahogyan a szavak súrolták. Őrültségeket beszél. A férjem gyűlölet villant André szemében. A férje sziszekte és arca mintha nyúlós, zöld színű mérektől foszforeszkált volna, úgy jár köztünk, mint egy törzsfőnök, mint egy bálvány, amely csodálatos orhideára vigyáz. Afrika legszebb virágára és legértékesebb kincsére. De a kincsek sorsa, hogy ellopják őket. Téboly! Mondotta Louis. Itt minden annyira túlfűtött és rémületes. Mintha csupa őrjöngő között járna az ember. Az erdő felől lassú ritmusban hallatszottak a fadobok. Mint végtelen hajtozás, konok és idegekbe markoló figyelmeztetés, hogy félelmetes titkok lesnek ránk szüntelenül. Ezek a négerek is, mondotta André, mióta maga itt van, elvesztették a józanságukat a varázslóik éjjel-nappal dolgoznak, démonokat füstölnek, veszélyérzése borzong az idegeikben. Maga árasztja mind ezt a nyugtalanságot. A távolból kiáltozás hangzott, káromkodás és parancsszavak. Most menjen! Sürgette az asszony. Nem maradhat itt egy percig sem. Egy biztató szava sincsen. Könyörgött André és csak állt élő halottként menjen! Mondotta erélyesen Louis, erélyesen, mint ahogyan a hipnotizőr utasítja a médiumát. A mérnök kitámolygott a szobából. Nyolcadik fejezet. Digavakító, elefántcsont fogai kivillantak húsos ajkai közül. Ilyenkor szép volt, mikor mosolygott. A lépése könnyű és kecses volt, a haját illatos olajokkal lágyította és simán oldalra fésülte. Nagy munka volt az apró, göndör hullámokat eltüntetni. Diga napok óta készült erre. Látta, hogy Louis is így hordja a haját, és utánozni próbálta. Most izgatottan várta a hatást, a fehér férfi isten elismerő szavát. De André egy pillantást sem vetett rá. Ledobta kabátját, azután az asztalra csapott, mintha láthatatlan ellenség koponyáját akarná szétszúzni, és hevesen felindulva járt fel és alá, miközben érthetetlen szavakat mormogott. Diga a sarokba húzódva, tágra nyílt szemmel, rémülten nézte, hogy mit csinál. De mikor látta, hogy André egyáltalában nem hagyja abba az értelmetlen sétát, kiosont a szobából és a kerek rakott gyümölcsökkel, meg sörrel tért vissza. Kedveskedő mozdulattal tette az asztalra. André felrezzent, mintha csak most vette volna észre digát. Egy pillanatig szinte meghökkenve állott. Á, persze, hiszen te itt vagy. Mormogta. Vidd a gyümölcsöt, nincsen semmire sem szükségem. Diga megszeppenve engedelmeskedett. Kiment a szobából és a küszöbő eléült. Úgy gubbasztott, mint egy beteg kismadár. A nyitott ajtóból csak néha mert André felé pillantani. André eleinte ügyet sem vetett rá, de a mozdulatlan, lehorgasztott fejű lány, aki olyan volt, mint az eleven szemrehányás, lassanként felbosszantotta. Na mit ülsz itt, mi a bajod? Kiáltott rá ingerülten. Uram, haragszik rám! Mondotta Diga kétségbe esetten. Én nem tudni haragokát. Mindent megtenni, hogy velem megelégedni, kértem nagy szellemet, hogy uram szeressen engem. Olyan megható volt gyerekes együgyűségében, ahogyan könnyektől fátyolozódott a szeme és elcsuklott a hangja, hogy André megsajnálta. Nézd, Diga, mondotta, nem haragszom rád, te csak ugyan jó lány vagy, de nem maradhatsz nálam tovább. Diga fekete arca hamuszürke lett, ami a négereknél a legnagyobb rémület jele. Uram elkergett. Kiáltotta magánkívül. Akkor digát mindenki kicsúfolni, apám agyonverni engem. Nem lesz semmi bajod. Gondoskodom rólad. Én uramnál maradni. Kiáltotta a boldogtalan csak aki a néger lelket ismeri, tudja, hogy mekkora halálos elszántság kellett ahhoz, hogy a szegény lány ellent merjen mondani Andrénak. A mérnök azonban fejét rázta. Ez nem lehet digal. Mást lányt akarni, uram. Diga jobb, engedelmesebb. Tudni varni és ruhákat rendben tartani. Nem veszek lányt. Bojt fogok tartani téged pedig férihez adlak togóhoz. Én jobban szeretni uramat. Mint egy végső reménykedés sikoltott ki belőle ez a vallomás. André azonban unta a dolgot és erélyesen rászólt. Elég volt diga. Azt fogod tenni, amit parancsolok. Hátat fordított a lánynak és elsietett. Egyenesen togó kunyhójához nyargalt. Mielőbb véget akart vetni a dolognak. Éppen eléggé ideges volt. Még csak az hiányzott, hogy ez a fekete lány is nyugtalanítsa. Togó kunyhója előtt ült és bétel leveleket harabdált. Alig lehetett ráismerni. Lefogyott, csupa megbőr volt, a szeme élettelenül bámult a világba. Kunyhójából rettentő bűz áramlott ki, világos jeléül annak, hogy senki sem takarítja. A kunyhó környéke is csupa mocsok volt, két apró, fekete disznó éhesen röfögött, nem messze tőlük egy döglött kutya feküdt égnek nyújtott lábakkal. Valószínűleg az éjségtől fordult fel. Hangyák és rovarok milliói lepték el, sok helyütt már egészen lerágták a húst és csak a csontok fehér lettek. Orfacsaró bűz terjengett, André majdnem rosszul lett. Ide gyere! Kiáltott togóra. Az élő hulla engedelmeskedett. Ide hallgas, mondotta André. Neked adom digát, feleségül veheted. Már ma elviheted. Holnap pedig jelentkezz a munkánál. Visszakapod a nadrágot és a kalapot. Ezektől a szavaktól togó egyszerre eleven lett. Nagyot ugrott örömében, fekete bőre szinte kifényesedett hálálkodó és áldó szavak tömegét zuhogtatta Andréra. De a mérnök erre már nem volt kíváncsi. Rossz oldalba kapta lovát és elnyargalt. Legszívesebben kilovagolt volna a világból. Kilencedik fejezet A harmadik hét végén Doré értekezletre hívta az urakat tudomásukra hozta, hogy a tapasztaltaktól nincsen túlságosan elragadtatva, a munkateljesítmény lassú és meglehetősen silány. Mindazonáltal újabb telepeket kell felméretezni, mert a Párizsi Központ további vasútvonalakat tervez. Az urak tehát készülődjenek fel, rendeljék be a szükséges számú munkásokat és a kellő műszerekkel megrakodva holnap hajnalban elindulnak. A térképezési munkálatok előreláthatólag 3-4 napig fognak tartani, és azokban valamennyi mérnöknek részt kell venni, hogy a későbbi szaktanácskozáson kellő tájékozottsággal tudjanak az egyes kérdésekhez hozzászólni. Az előmunkálatok tartama alatt a telepen csupán André Szalmon marad, aki a folyamatban lévő útépítkezést vezeti és a négerekre felügyel. Doré angyali kedvében volt soha életében nem érezte jobban magát, mint az elmúlt néhány hét alatt. Gyáva, gátlásokkal telített lénye valósággal kivirágzott. Végre megtalálta a világnak azt a pontját, amelyen korlátlan úr volt. Valamennyi mérnök alárendeltje volt, a négerek reszkedtek tőle, és Louis kényrekedre ki volt néki szolgáltatva. Határtalanul élvezte hatalmát, valami kellemes bódulatban járt állandóan a tanácskozás után fütyörészve ment a számára fenntartott villába, amely a telep legdíszesebb épülete volt. Széles levelű, legyező pálmák alá épített, ízléses faház, amelynek még terasza is volt. Louis szenvedő arccal ült a nyugszéken, látszólag teljesen apatikusan. Ettől a látványtól egyszerre keserű lett Doré szájíze. Kérlek, mondotta ingerülten, igazán nem értelek. Mindig itt talállak, mint egy mártírt, nyögve és unatkozva. Tulajdonképpen mi bajod van? Az egész világ körülötted forog, mindenki kedvedetlesi és te naphosszat haldokolsz, és úgy nézel, mintha valamennyien gyilkosok lennénk. Utazzunk vissza Párizsba, Robert! Mondotta az asszony. Doré gúnyosan mosolygott. Szóval nem jól érzed magad velem kettesben. Páris kell neked, a flörtök, a smokingos majmok, a barátnőid, akik elmondják, hogyan csalják meg a férjeiket. Hát kérlek, örömhírem van a számodra. Megkíméllek néhány napig annyira kellemetlen társaságomtól. Földmérő munkára megyek az urakkal. Magad leszel. Pihenhetsz, ábrándozhatsz, terveket készíthetsz arról, hogyan és kivel fogsz megcsalni Párisban. Ostoba vagy és ízléstelen. Nem tetszem neked. Nem vagyok udvarias. Szemedbe mondom az igazat. Hát ki ennek az oka? Még tíz perce sincsen, boldog és elégedett voltam. Azután hazajövök és látom, hogy valósággal süvít belőled a gyűlölet, minden mozdulatod érezteti, hogy terhedre vagyok. Azt hittem, hogy talán itt, az őserdőben eszedre térsz, hogy távol az undok civilizációtól jobb és megértőbb leszel. Te azonban itt is csak párizsi életedet folytatod. Azt hiszed, nem vettem észre, hogyan kacérkodsz a mérnökökkel. Hogyan ugratod, bolondítod őket. Úgy rángatod őket, mint a pojácákat. Hallgas, kiáltotta kétségbe esetten Louis nem érzed, mennyire komisz és megalázó minden szavad. Hát miért nem válsz el? Mi értelme van ennek az életnek? Váljunk el, Robert! Úgy? Tehát ez jár a fejedben. Válni akarsz. Nyíltan bevallod, hogy gyűlölsz, nem kellek neked. Ez legalább világos, őszinte beszéd. De hát miért akarsz elhagyni? Ki az, aki jobban, szenvedélyesebben szerethetne? Aki többet nyújtana néked, mint én. Elérzékenyült és majd nem sírva fakadt. Miért nem szeretsz, Louis? Hiszen én mindennél jobban imádlak. Mit tegyek, hogy szeres? Hát nem látod, hogy az ingerültségem, a gorombaságom csak kétségbeesés. Ha tudnám, hogy megbízhatom benned, hogy szeretsz, az újat körül csavarhatnál és hirtelen újabb dűroham fogta el. Arra ne is gondolj, hogy elválunk. Ó nem! Azt hiszed, hülye vagyok. Ugródeszkának kellenék. A feleségem lettél, mert így bekerültél a legjobb társaságba, ünnepelt dáma lettél, akinek most már nincsen rám szüksége, mert már bizonyára kiszemelted az utódomat. Hát jól jegyezd meg, én megölöm azt az embert, aki csak egy újjal is hozzád merészel nyúlni. Értetted? Ez nem üres beszéd, elhiheted. Az asszony megvető pillantással mérte végig. Őrült. Mondotta azzal a hangsúlyjal, amely végtelen perspektívákat nyit meg, amely mögött tragikus regények gomolyognak, és a szó csak olyan, mint egy villanás a kitörni készülő kráter felett a terasz feljárója felől zseblámpa fénye villant meg, mint egy ragadozó szeme. André érkezett. Ahogyan feljött a teraszra és meglátta az asszonyt kínzott elnyújtódásában a nyugszéken, megrezent és alig tudta átnyújtani a kezében tartott papírtekercset Dorénak. A vázrajzok. Dadokta. Ott méltóztatott felejteni és csak nézte elbűvölten az asszonyt, akit soha csodálatosabbnak nem látott. Most itt fekszik a trópusi éjszakában, egyedül és tikkattan a vágytól és gyűlölettől. Doré észrevette, micsoda elképedéssel és remegve áll a fiatalember és rávigyorgott az asszonyra. Szép asszony, mi? Kérdezte gonoszul és alattomosan, mert tudta, hogy a kérdése sebez a mérnök aléltsága, ahogyan állt mozdulatlanul és gyötrődve, felkorbácsolta Doré szunnyadó bestialitását, már ismét a kérkedő, diadalmas hím volt, aki dicsekedni akart szerencséjével. Az asszony mellé térdelt és átfonta a derekát, magához húzta és megcsókolta. Louis felugrott és haragosan lökte el magától. Ízléstelen és bárdolatlan vagy. Kiáltotta magánkívül. Majd nem sírva fakadt. A tekintete bocsánatot kért Andrétól, aki égő szemmel nézett rá vissza. Ez több volt, mint szerelmi vallomás. Szinte a nászuk muzsikált a nagy elérzékenyülésből és az imádatból, ahogyan tekintete odatapadt az asszony forró ajkához. No, mi az? Mire vár, kérem? Mit kíván még? kiáltott rá váratlan durvasággal Doré, aki szinte tajtékozott dühében, hogy nem sikerült a színjáték, amelyet Andrénak rendezni akart. André meghajolt. Jó éjszakát! Mondotta. Lassan kifelé ment. De csak néhány lépést. Zseblámpáját eloltotta és neki támaszkodott egy kókuszfának még mindig Doré házát nézte, azt a karcsú, tragikus árnyékot, amely rárajzolódott a szoba függönyére. André keze végig siklott az övén, megtapogatta a revolverét. Nehezen lélegzett. Egy percig attól félt, hogy kitör rajta a trópikus őrület. Gyilkolni fog. Doré sohasem állt közelebb a halálhoz, mint e pillanatban. André agyát vérhullám öntötte el százféleképpen képzelte el a pillanat ezred része alatt, hogyan öli meg Andrét és akkor övé lesz Louis. Egy lépést tett a ház felé. Akkor valami recsenést hallott a háta mögött. Megfordult és digát pillantotta meg. Mit keresel itt? Kérdezte ingerülten. Hogy mersz leskelődni utánam? Nem leskelődni. Dadogta a boldogtalan asszony. Egy kőkorsót szorongatott a bal kezében. Kókuszdió tej, fehér asszonynak viszem, ő kérte inni. André végig simított homlokán. Ez a találkozás kissé kiózanította. Megfordult és felcsattantotta zseblámpáját. Mikor néhány lépés múlva ösztönszerűleg hátra nézett, látta, hogy Diga a földre lapulva keresgél azon a helyen, ahol az imént állt. André bosszúsan nevetett. Ismerte a néger szokásokat, tudta, hogy ez mit jelent. Diga buzgón kutat valami apróság után, amit ő esetleg a földre ejtett. Egy papír szeletet, cigaretta véget, eldobott gyújtót vagy akármit. A varázslatban rettentő fontos szerepe van az így felszedett tárgyaknak. A kunyhójában felöltözve vetette magát az ágyára az agyalázasan lüktetett. Megátkozta a pillanatot, mikor először lépett Afrika földjére. Tizedik fejezet André a töltés tetején álló ponyvája alól nézte a nyüsgő négereket. Fejükre rakott kosarakban hordták a földet és a kavicsot. A taigák száz számra felfordulva hevertek a domb alatt. A négert, akibe évszázadok hagyománya idegezte be, hogy a terhet a fején hordja, sehogy sem lehet rákényszeríteni, hogy talicskázza a homokot. Ha ordítanak vele és erőszakkal szorítják rá, egy ideig szánalmasan csetlik botlik vele, verejtékül a homlokára, percek alatt halálosan kimerül, és ha a felügyelő csak egy pillanatig félre néz, már megint a kosár van a fején. Ebben a teherhordásban viszont annál kitartóbbak főleg a nők, mert a néger erkölcs szerint az ilyen durva, nehéz munka asszonynak való. A távolban togó állt és időnként hangosakat kiáltott a tekintély véget. Nem lehetett ráismerni. Mióta diga a felesége lett, mintha új életre támadt volna tetsz szágából. Olyan élénk és mozgékony volt, mint a majom. Hirtelen egy rohanó néger vonta magára figyelmét. Van a négereknek egy különös futása, amikor a legkülönösebb mozdulatokat végzik rohanás közben. Valósággal vészjeleket adnak, rémhíreket közölnek anélkül, hogy egy hangot is hallatnának. A munkások is észrevették a rohanó fickót és kíváncsian abba hagyták a munkát. Nekik különben a legkisebb esemény is elegendő volt arra, hogy szünetet tartsanak. Izgatott morgás támadt, André felállt és várta, hogy mi lesz. A néger legény magából kikelve, remegve állt meg André előtt. Gyere fehér úr, nézni magad is erdőben lenni oroszlán. Erre már valóban felvillanyozódott André. Láttad? Kérdezte izgatottan. Elvitte hitu tehenét. A négerek pillanat alatt tudomásul vették az eseményt a munka megállt az egész vonalon. Kijelentették, hogy valamennyien részt vesznek az oroszlán hajtásában. Nyomban jönnek, csak éppen hazasietnek, befestik magukat, mert oroszlánvadászatra csak befestve indulhat a néger vadász, különben szerencsétlenség éri. Ezen kívül gyorsan el kell lejteni néhány vallásos, erőt adó táncot, továbbá rendbe kell hozni a lándzsákat és az íjakat. André kijelentette, hogy mindenre semmi szüksége sincsen. Hat embert visz magával, a többi addig folytassa a munkát. A négerek elszörnyedtek. Hogy oroszlán vadászat idején útépítéssel foglalkozzanak, holott ez az egész törzs ünnepe. Valóban, a nagy szellem nagyon meggyalázta a szegény feketéket azzal, hogy nyakukra hozta a fehéreket. André nem törődött a négerek megrökönyödésével kiválasztotta a hat legügyesebb és legizmosabb legényt és azokkal hazasietett. Nyakába akasztotta vadászfegyverét, övébe revolvert és tört dugott. Közben a négerek is sietve felfegyverkeztek. Az erdő felé igyekezve elmentek Togó kunyhója mellett is, amely a telep állt. André odapillantott és meglepetten állapította meg, hogy micsoda nagy változáson ment át Togó rezidenciája. Nyoma sem volt a trágyahegyeknek, a szemetet elhorták, tiszta, takaros volt a kunyhó környéke. Diga a kunyhó előtt állt és ismeretlen magvakat tört egy kőmozsárban. Ugyanabban a kartonruhácskában forgolódott, amelyet Andrénál hordott. Mikor Andrét meglátta, kiejtette kezéből a törőt, az arcán határtalan elragadtatás látszott. Olyan gyerekes és őszinte volt az öröme, hogy André elnevette magát. Jó napot, Diga! Köszöntötte. Hogy vagy, menyecske? Diga nem tudott válaszolni. Valami nyögésszerű hangot hallatott, alázatosan meghajolt, csupa hódolat és várakozás volt, vak engedelmességre készen állt, boldogan, hogy Andrét szolgálhatja. De André már be is fejezte a társalgást. Oroszlán vadászatra megyek. Mondottat és búcsút intett. Ó! Kiáltotta Diga és összecsapta a kezét. Tisztelete és imádata az egekig nőtt. Meg volt győződve, hogy André puszta akaratával is megsemmisítheti az oroszlánt. Egy csöppet sem féltette a fenevattól. Vakon hit André földön túli erejében. A telep körül jó nagy darab területen fel volt égetve az ember magasságú fű, kényelmes volt az előrehaladás. De azután hirtelen, minden átmenet nélkül kezdődött a dzsungel. Nem az őserdő a veszedelmes, hanem a füves, bozótos terület, ahol elmerül az ember, mint egy tengerben, nem lehet tájékozódni és még kevésbé lehet sejteni, hogy honnan ugrik elő valamelyik lesben álló fenevad. A négernek azonban külön ösztönei vannak, a dzsungel mélyén is tud tájékozódni és a fülei éppen olyan élesek, akár az állatoké. Felfigyel a legkisebb zöreire és begyakorolt szeme meglát minden nyomot. Fél óráig tartott a lassú előrenyomulás, amikor André észrevette, hogy a négerek egyre nyugtalanabbul figyelik a bozótokat. Egyszerre megálltak és tanácskozni kezdtek. Mi történt? Mi ütött belétek? Kérdezte André. Uram, itt ember járt. Mondta a vezető. Fehér ember. André megszokta, hogy a négerek pompás megfigyelők, de ez a megállapítás mégis meglepte. Honnan tudod, hogy fehér volt? Kérdezte megdöbbenve. A fekete ember mezítláb járni a fehér csizmában. Mezítláb nem lehet a füvet így letaposni még egyszer lehajolt, nézett, szaglászott, azután megállapította. Egyedül volt. André nem értette a dolgot. Ki járhatott itt? A fehérek valamennyien Dorival vannak terepszemlén. Rajtuk kívül más fehér ember az egész környéken nincsen. Bizonyára régi nyom. Mondotta félváról, mert nem akarta meglepetését elárulni. Az ilyesmi rontja a tekintét. A néger a fejét rázta. Most itt lenné. A törés egészen friss! André vállat vont! Ha itt van, majd megtaláljuk! Lóduljatok március! Nem emberre vadászunk, hanem oroszlára! De közben egyre törte a fejét, hogy kiárhatott erre. És hirtelen halotálóvány lett. Egyszerre megvilágosodott előtte a rejtély. Ha csak ugyan fehér ember járt itt, úgy az nem lehetett más, mint Louis. Hogy ez nem jutott mindjárt az eszébe? Ettől a különös, rejtélyes és elszánt asszonytól mindenki telik. Őrület, gondolta magában. Hiszen ez kész öngyilkosság. vezető nélkül a dzsungelben. Soha többé innen nem kerül ki most már nem az oroszlánt kereste, hanem az asszonyt. A négerek veszettül üvöltöztek, hogy így figyelmeztessék az eltévedtet a helyes irányra. André agya közben lázasan dolgozott. Nem igen értette a dolgot. A dzsungelben nem téved az ember véletlenül. Mi történt Doré asszonnyal? Vadászni ment. Arra kíséretet vitt volna magával. Micsoda csoda tűzek, ismeretlen lázadás hajthatta ilyen végzetes útra. A kis csapat három részre oszlott, és úgy kerestek különböző irányban. Fél óra múlva olyan bíjogást hallottak jobb felől, amilyent a dökkesejük hallatnak, mikor zsákmányukra csapnak. Az André társaságában maradt két néger izgatottan nógatta a mérnököt. Erre gyere, uram, megvan a fehér ember nyoma. Csak ugyan a többi néger adott dzselt társainak. Puskalövés hallatszott és utána rémült ordítás. André meggyorsította lépteit. Halló! Kiáltotta teli tüdővel. Ne lövöldözzön! Itt emberek járnak. Egy törpe tamáriszk bokor mögött megpillantotta az asszonyt, aki meglepetten állt kezében a füstölgő fegyverrel. Mellette egy kutya ugatott bőszen. Rám lesett. Kérdezte meg döbbenve, mikor Andrét megpillantotta. Oroszlán vadászatra jöttem, mosolygott André. Nem tehetek róla, ha véletlenül párducra akadtam. De hogy merészelt idejönni? jönni? Lui dacosan vállat vont. Eh! Nem olyan nagy dolog. Amint látja, elhoztam a kutyámat. Az biztosan megtalálta volna a visszavezető utat. És ha véletlenül összeakadt volna az oroszlánnal. Megverekedtünk volna. A fegyverem kitűnő. Legújabb típusú angol gyártmány robbanó golyóra töltöttem. Imádom a komoly élethalál harcot. A férfi fülében úgy hangzott ez, mint egy kihívás. A négerek már szétoszlottak, tovább keresték az oroszlányomot. Ketten álltak a kis tisztáson mintha az egész világ elől el akartak volna rejteni bennünket, hogy ne legyünk, csak mi ketten. Mondta az izgalomtól reketten. Bizar találka az őserdőben. Mennyi szépség van ebben? Ebben az isteni véletlenben. Sehol nem állhat két ember annyira közel egymáshoz, mint itt, a földi paradicsomban. Mintha bennem forrósulna mind az őserő, amely körülöttünk zeng és orgiázik. Ezt éreznie kell? Hiába védekezik, hiába akar fölényes lenni, jól tudja, hogy ez az őszinteség pillanata, az a csodálatos perc, amikor olyan tökéletes, ősi szépségben kínálja fel egy férfi szerelmét, ahogyan azt még soha senki nem vihette maga elé. Nem is vagyok más, mint ez a felzengő érzés, és ebben a nagy felszárnyalásban, mintha már nem is élnék, csak egyetlen nagyszerű akarás feszül bennem szeretem Louis és akarom a csókját, a szerelmét. Ezek már nem szavak voltak, hanem gigantikus emelők és motorok, melyek egyszerre felviharozták az asszonyba eltemetett múltját, elárult szerelmét a sportbajnok iránt, azután három év minden megaláztatását és meddőn parázsló vágyát. Mint egy nagy sírás tört ki minden sejtjéből a kétségbeesés összeomló és reménytelen élete felett. Dacosan feszült benne a lázadás, és úgy szédült a feléje áradó forró szavakba, mint az élet deszperádói az alkoholba. Nem volt szerelmes, de a kétségbeesés néha jobban felkorbácsolja érzékeinket, mint a legnagyobb szenvedély. Feledni akart, menekülni és bosszút állni. Ellenállás nélkül tűrte, hogy a férfi karja lassan átfogja és ajkára zúdít csavad, diadalmas csókjait. 11. fejezet Estére a négerek már tudták, hogy az oroszlán vadászat nem sikerült. Ez pedig nagy baj, mert a ragadozók visszatérnek arra a helyre, ahol már sikeresen zsákmányoltak. A rettegő feketék éjszakára hatalmas mágiákat gyújtottak házaik előtt, a vörös fényben izzó telep hasonlított, amelynek lángjai mellett szurokba mártott ördögök sürgölődnek. A férfiak kanu vezérlete alatt veszedelmet űző táncokat lejtettek és szünet nélkül énekeltek. Ettől a bestiális ordítozástól még egy elefáncsorda is elmenekült volna. Az asszonyoknak ilyenkor a kunyhóban a helyük. Amikor a férfiak harci festéket kennek a testükre és erejük teljes gőgében hősökké vélnek válni, lenézik és távol tartják az asszonyt. Diga azonban nem aludt. Ő is démonokkal küzdött, de különös módon nem azokkal, akiknek kegyéte pillanatban a törzs férfiai keresték és akiknek hatáskörébe a fenevadak megfékezése és távoltartása tartozott. Digát egyáltalában nem is érdekelték a férfiak, nem törődött az oroszlánokkal és közömbösen hagyta volna az is, ha a nagy sárga macska éppen az ő tehenüket ragadja el. Délután látott valamit, ami lelke mélyéig felzaklatta, és azóta nem tudott másra gondolni. Este felé történt, amikor kókuszdiót akart szedni, hogy elment Robert Doré háza előtt. Látta a szép fehér asszont, akin óriási vörös mákvirágokkal ékesített fehér sejempongyola volt. Diga még sohasem látott ilyen gyönyörűt elbűvölve nézte, és gyermeki naivságában varázserőt tulajdonított a csodálatos ruhadarabnak. Egy pálmafa mögül bámulta, és egyszerre a szíve hevesen kezdett verni. Andrét pillantotta meg, aki lassan, óvatosan közeledett a villa felé. Diga még sohasem látta a mérnököt ilyen furcsán járni. Minden lépésnél körülnézett, mint aki attól fél, hogy valaki meglátja. Olyan halkan lépkedett, hogy még a kavicsok sem roppantak meg a lába alatt. De a fehér asszony mégis meghallotta. Megrezzent, az arca kipirult és a férfi elésietett. Már egészen sötét volt. Afrikában nincsen alkonyat, egyszerre zuhan le az éjszaka. De a hold és a csillagok világítottak és a néger szeme úgy lát, akár a macskái. Diga látta, hogyan osonnak a szobába, a lebocsájtott függöny mögött halvány világosság gyulladt, és két egymásba fonódó árnyék rajzolódott kisejtelmesen. Diga szíve majd nem meghasadt. Ordítani szeretett volna fájdalmában. Most már tudta, miért űzte őt el a fehér ember. Ez a másik nő babonázta meg. Azzal a gyönyörű, vörös, virágos pongyolával. Diga becsületes lélek volt, de most vakmerőterv kezdett bontakozni benne. Ellopja a varázs erejű pongyolát. Ez a gondolat valósággal elvette az eszét. Tervek kergetődtek az agyában. És mi alatt vírasztva ült az éjszakában, mindig csak erre gondolt, hogyan szerezhetné meg a pongyolát. Azok most még bizonyára együtt vannak. Most nem lehet. De holnap, ha majd a fehér asszony szokása szerint sétálni megy, diga tudta, hogy amire készül, halálos veszedelmet rejteget. Nem csak a lopás gondolata rémítgette, hanem iszonyúan félt a pongyolától is. A fehérek mágikus hatalma kiszámíthatatlan. Lehet, hogy a vörös-virágos pongyola megöli azt a vakmerő fekete nőt, aki magára merészeli venni. Nagyon bergődött és szenvedett szegény kis diga. 14 éves gyermek lelke rémülettel és kétségbeeséssel telt meg. Szeretett volna megint jó lenni, visszafordulni a veszélyes útról, amelyre lépett, de mintha idegen diga támadt volna fel benne, akit ő nem is ismert, és akinek szenvedélye erősebb volt minden akaratánál. Elmerült, fulladozott a szörnyű kétségek közepette. Már nem is tudott gondolkodni, csak úgy zavarosan lüktetett izzó agyában a gondolat, hogy mindenáron vissza kell szereznie André szerelmét, mert enélkül nem élhet. Másnap hajnalban felkereste Kanut, a varázslómestert. A férfiak már kint jártak a munkánál, észrevétlenül osonhatott a majdnem két méter magas, tüdővészes, sovány boszorkánymesterhez, aki az éjszakai szertartásoktól kimerülten, lázasan feküdt a kunyhója elé terített gyékényen. Kanu megszokta már az ilyen asszonyi látogatásokat. Előbb-utóbb mindegyik felkeresi, hogy tegyen csodát. A legtöbbnek persze a szerelemmel van baja, de van, aki beteg gyermekét akarja meggyógyítatni. Sokan mérget kérnek tőle, mert el akarják pusztítani vetélytársnőjüket vagy a megunt férfit. Mások varázszert keresnek, amelyel viszont szerelmet kelthetnek. Kanu mindenféle szerből bőven tartogatott raktáron. Kunyhójában a legkülönösebb amulettek és orvosságok hevertek disznófogak, majomszőrök, oroszlánt rágyája, krokodilpikkeje, viperamérge. A szalt koponyák, őrjöngésbe ejtő belladonna főzetek, porrá őrölt sáfrány, szitált elefántcsontpor, szárított hiúz és párduc szívek. Kanu alig pillantott fel és leereszkedően kérdezte. Na, mit hoztál? Kanu okos ember volt sohasem azt kérdezte először látogatójától, hogy mi a baja, hanem hogy mit hozott. Diga két kalácsot és egy csúkot tett eléje. Kanu felemelkedett. No, beszélj! Diga reszketve állt. Az ajka mozgott, de hang nem jött ki a torkán. A varázsló fürkésző szemmel nézte. Szerelem? Kérdezte a professzor csalhatatlanságával. Diga még mindig nem tudott megszólalni. Csak remegett, mint a gazella a fekete párduc hipnotizáló tekintete előtt. Kanu unott mozdulattal bement a kunyhóba, és egy kagylóban rosszagú, undok kenőcsöt hozott ki. Ezzel kent be a testét. Mondotta. De az asszony nem nyúlt a varásszer után. Kanu meg volt sértve. Nem hallod. Kiáltott rá. Vidd el feltétlenül használni fog. A fehér urat szeretem. Rebbent kidiga ajkán a vallomás, reménytelenül és elkínzottan, mint aki tudja, hogy elkárhozott. A varázsló csuklani kezdett ilyettében. Úgy eldobta a kenőcsöt, mintha mérges pók lett volna. Még csak az kellene, hogy a fehér ember megtudja, hogy ő küldte a szárított elefánganéból gyúrt kenőcsöt. Talán halára korbácsolnák. Átkozott boszorkány. Kiáltott tajtékzó düvel digára. Bajba akarsz szodorni. Tudod, hogy az én kenőcseim csak feketéknek valók. A fehér embernek más a teste, azoknak az orvosságát nem ismerem. Diga szeme elborult, mint a haldoklóé. Hiszen ez volt az ő nagy tragédiája is. Hogy nem ismerte a fehér ember titkát, szokásait. Nem orvosságért jöttem. Nyögte alig halhatóan. Hát mit akarsz? Diga megszeppenve, magába roskadva állt. Csak ugyan, mit is akar kanutól? Nem is tudja, hogy mit kérjen. Csak eljött, mert szüksége volt egy hatalmasabb, okosabb emberre. Valami csodát remélt. Hogy kanu felvértezi a fehér szellemek rontó hatásával szemben hogy kenőcsel, olajjal, füstöléssel és imával elvarázsolja a testét, hogy ne tegyen benne kárt a piros virágos pongyola, amikor magára húzza. De hát hogyan beszéljen erről kanunak? Árulja el, hogy el akarja lopni a pongyolát. Nem lehetetlen, ezt meg sem értené. Sem kanul, sem az asszonytársai nem értenék meg. Ilyesmi még sohasem történt, hogy egy fekete nő felvegye a harcot fehér asszonyjal. Kinevetnék, talán agyon is vernék, kitaszítanák a törzsből, a krokodilusok közé dobnák. Átkozott, gonosz teremtés lett belőle, aki veszedelmet hoz a népére. Elfordult kanutól és ment visszafelé. A varázsló megfenyegette. Hely, vigyázz magadra! Én hallgatok, de a szemed, szabad elárul a férjednek. Vedd ezt a port, keverd az ételébe ettől vak lesz és süket. Nem veszi észre, hogy mit tervezel ellene. De az asszony nem fordult vissza. Most már világosan látta, hogy senkire sem számíthat. Olyan árva és magányos, mint a folyóra hullott virágszirom. 12. fejezet Korán reggel indult el Louis hazúról. Fehér vászon vadászruhája volt rajta, amelyben már diga sokszor látta, ugyanazt a sisakot rakta a fejére, és mégis alig lehetett ráismerni. Máskor unott, fáradt mozdulatai megélénkültek, csupa ruganyosság, jókedv, újongó életöröm árad belőle. Diga az ól mögül leste a földre kuporodva, mint egy nagy fekete macska. Louis egyedül volt, még a kutyáját sem vitte magával fücsörészve haladt a kenyérfák között az erdő felé. Ott libegett már a fasor végén, mint egy fehér lepke. De nem ment tovább. Állt, mintha várna valakit. A távolból kiabálás, kopácsolás hallatszott. Ott a négerek építik az utat. Néha feltűnik egy-egy nagyobb mozgó fekete pont. Összvérek hordják a homokot. A fehér mérnök most ott van és togónak parancsolgat, ássatok! Ide kavicsot tölteni, oda homokot rakni. És togó rohan, a nyelve is kilóg a buzgalomtól. Diga naponta járt az építésnél. Mikor ételt vitt az urának? Ilyenkor mindig hosszan nézte Andrét egy fa mögül. Csodálta szépségét, imádta férfiasságát. Már sokszor mondta Togónak, hogy ő is beáll a munkásnők közé homokot hordani. Azt remélte, hogy akkor egész nap láthatja a mérnököt. De Togó nem engedte. Azt válaszolta, hogy ő munkafelügyelő és nem tűrheti, hogy a felesége mint egyszerű munkás roncsa a tekintélyét. De Diga tudta, hogy másról van szó. A férje nem akarja, hogy Andréval találkozzon. Fél, hogy visszaveszi tőle. Digának könnyes lett a szeme. Hely, ha togó tudná, milyen messze vannak ők már egymástól. Lódobogás csattant az úton. André vágtatott a fasorban. Amikor Louishoz ért, leugrott a lováról, megölelte az asszonyt. A lovat egy pálma törzséhez kötötte, és azután egymásba karolva indultak az erdő felé. Diga majdnem eszét vesztette. Tudta, hogy amit André és a fehér asszony cselekszenek, szörnyűség. A fehéreknek bizonyára még a vétkük is félelmetesebb, bosszújuk, bűnhődésük rémületesebb, mint a feketéké. És ő megtudta a borzalmas titkot. A telep valamennyi lakója közül csak ő tudja, hogy mi történik itt. A fehérek sem sejtenek semmit. Diga körülnézett. André és az asszony eltűnt. Sem a közelben, sem a távolban élő lélek. Louis úgy látszik, szándékosan küldte el a cselétséget mindenféle megbízással. Afrikában nem szükséges őrizni a fehér emberek házát. Oda amúgy sem meri senki sem betenni a lábát. Csak olyan őrült gondolhat erre, akinek a szerelem elvette az eszét. Diga megcsókolta a nyakába akasztott fétist, egy disznófogat, és most már habozás nélkül egyetlen ugrással a szobába vetette magát. Velőtrázó ordítással tántorodott vissza. Ugyanabban a pillanatban, mikor lába a padozatot érte, vad mordulással egy barna fenevad vetette rá magát. Lui kutyája volt, minden más élőlényt nyomban levert volna ez a támadás a lábáról. Diga néger volt, maga is félig állat, aki körmével, fogaival száll szembe támadójával. Teljes erejével belerúgott a kutyába és a pillanatnyi szünetet páratlan lélek jelenléttel használta ki. Villámgyors mozdulattal kapott fel egy széket és fejbe az újra támadó kutyát. Elkeseredett, izgalmas harc támad kettőjük között. Az ütésektől felbőszült állat egyre hevesebben rohamozott. Néha már majdnem sikerült elkapni a digalábszárát, de a lány ördögi ügyességgel tért ki előle. Így hátrált lassan a szoba bal sarkába álló széles kerevet felé. Jobb kezével a védekező csapásokat osztogatta, Baja pedig hirtelen kinyúlt és felragadta a vörös virágos pongyolát. Felsikoltott örömében. Ugyanakkor a szék egyik lendületes csapása a kutyalábát érte. Az ebb felvonított és szűkölve, minyogva hátrált. Ezt a pillanatot felhasználta Diga és kiugrott az ablakon. Azután lélegzetvesztetten rohant haza. Már előre kigondolta, hogy hová rejti el a lopott pongyolát. Szépen összehajtogatta és bedugta egy öreg fa odvába, amelyet előzőleg puha, száraz fűvel bélelt ki. Azután minden úgy történt, mint más közönséges napokon. Diga kivitte Togónak az ebédet. A feketék nagyon jókedvűek voltak. Kuncogtak és majdnem szétvetette őket a jókedv. Kiderült, hogy igen ravasz dolgot követtek el. Elmondták, hogy mielőtt André faképnél hagyta volna őket, levette fekete napvédő pápa szemét és egy faágra akasztotta. Ide figyeljetek! Mondta a négereknek. Én most elmegyek, de a szememet itt hagyom, és az nézni fog benneteket. Minden tudni fogok, ami itt történik. Hát éppen azért éppen úgy dolgozzatok, mintha egészen itt maradnék. A négerek eleinte dolgoztak is, de aztán az egyiknek remek ötlete támadt. Egy öreg szardíniás dobozt talált a mérnökök sátra közelében, és azt javasolta, hogy azt akasszák a mérnök pápa szeme elé akkor az üvegszem nem láthatja, hogy ők mit csinálnak. Az ötlet általános tetszésre talált. Togó sem ellenkezett. Lelke mélyén még mindig gyűlölte Andrét, aki az avatáson elvitte előledigát. Örült, hogy becsafatja. A szardíniás dobozt tehát óvatosan a pápa szem elé akasztották és vidáman elnyújtóztak a fák árnyékában, mint ahogyan azt a fehéreknél bölcsebb feketék évmilliók óta cselekszik. Amikor néhány óra múlva Diga visszament a telepre, kivette a fa odvából a vörös virágos pongyolát és az erdőbe menekült vele. Ahhoz a magányos tóhoz rohant, amelyben fürödni szoktak. Ott magára húzta a gyönyörű ruhát. Remegett a keze és verejték lepte ki a homlokát, mi alatt ezt cselekedte. Szörnyen félt és el volt rákészülve, hogy vele most valami rettenetes fog történni. De mikor már rajta volt a pongyola, melynek sejme, mint valami lágy simogatás ölelte körül mezítelen testét és a tóvizéből egy kábítóan felékesített gyönyörű diga csodálkozott rá vissza, felsikoltott boldogságában és édesen, bisítozva kacagott elragadtatásában úgy ugrált, mint egy kis párduckölyök. Meg volt győződve, hogy a e pillanatban ő a legszebb az egész világon, és nincs férfi szív, amely ellen tudna neki állni. Most már vidám volt, mámoros a biztos diadal várakozásában. Visszalopakodott Doré házához, és ott lesben állt. Tudta, hogy nem kell sokáig várakoznia. És a négereknek más matériából készült az idegük, mint a fehér emberé napokig tudnak közömbösen, az elfáradás vagy türelmetlenség legkisebb jelenélkül várakozni. A néger postás például hat napi járóföldről elhoz a dzsungel mélyén fekvő munkatelepre a fehér mérnöknek egy levelet. A mérnök nincs ott. Elment vadászatra, vagy térképet rajzol a környéken és talán csak két-három hét múlva tér vissza. A postás leül a címzett háza elé és vár. Éhen nem hal, mert a többi néger feltétlenül megosztja vele ennivalóját. És addig ül és alszik a ház előtt, míg a címzet végre csak ugyan megérkezik. Akkor átadja a levelet és megkérdezi, hogy van-e válasz. Ha igen, visszaül a helyére és megint vár. Neki mindegy, ha félesztendő múlva készül is el a válasz, megvárja. És csak akkor indul megint visszafelé. Diga is türelmesen várakozott. Gyorsan múlt az idő, hiszen olyan szépeket lehetett álmodozni. Százféleképpen rajzolta maga elé, hogyan fog bámulni André, és milyen édesen fogja ismét karjába szorítani. Elvette a fehér asszony bűvös ruháját, most már ő tartja szerelmi hatalmában a férfit. És togó! Diga lelkét kissé elfelhőzte ez a gondolat hiszen Togó jó ember, sajnálja, de hát ezen már nem lehet segíteni. Nem félt semmitől. Vakon bízott André isteni hatalmában. Ha André visszafogadja, nem történhetik semmi baja. Lépéseket hallott. Louis jött vissza. Egyedül volt. Diga számított erre. Óvatos a fehér asszony. Nem akarja, hogy együtt lássák Andréval. De majd jön az egészen bizonyosan. Most már remegett a szíve, tudta, hogy közeledik a nagy pillanat. Minden idege megfeszült a nagy várakozásban. Fél óra múlhatott el. Togó már bizonyára otthon van, villant át agyán, és keresi őt. Talán teleordítozza a telepet, fellármázza a négereket és a keresésére indulnak. Ez a gondolat végtelenül felizgatta digát. Erre még nem is gondolt. Csak már jönne André és esne túl mindenen. Ha a fehér férfi magához öleli, többé már nem történhetik semmi baja. A fák között mintha járt volna valaki. Diga oda sem nézett. Kiélesült füle megismerte a mérnök lépéseit. Ezer ember lépésének üteme közül is felismerte volna ezt az egyet. Vérhullám öntötte el az agyát és akkor egyetlen forró lendüléssel a mérnök elé lépett, aki ilyetten dobbant vissza. Az első pillanatban meg sem értette, hogy mi történt. Lui pongyolája és ez a fekete arc. Azután mikor látta a lány szerelmes, alázatos mozdulatát, ahogyan várakozás teljesen rámosolygott, bosszúsan felkacagott. Megőrültél. Kiáltott durván a lányra. Kiadta neked ezt a ruhát. Loptad? Digatorkát a sírás folytogatta. Arca hamuszürke volt, pillanatok alatt valósággal összeomlott. Uram, dadogta, én csak azt akartam, hogy szeres. Takarodj, menj vissza Togóhoz, és ne lássalak többé. Kiáltotta dühösen André. Még csak az kell, hogy Louis észrevegyen valamit ebből a nevetséges jelenetből. Indulatos mozdulattal faképnél hagyta digát és a házba sietett. A boldogtalan fekete nő úgy maradt dermedten, mozdulatlanul a helyén. Eszébe sem jutott hazamenni. Neki ott már nincsen semmi keresni valója. Sem otthon, sem másutt. A térdei megcsuklottak és a földre roskadt. Úgy feküdt élettelenül, belémerevülve kimondhatatlan fájdalmába. Nem akart érezni, gondolkozni, emberarcot látni, hangokat hallani. Csak belezuhanni valami örökké tartó, nyugodt, nagy feketeségbe. De egyszerre mégis hirtelen talpra szökött. A távolból egészen elmosódottan hangok hallatszottak. Diga félig eszméletlenül is megismerte, a fehér urak jöttek vissza. És villámgyorsan peregtek benne a gondolatok. Velük jött Doré is mindjárt itt lesz és megöli Andrét. A sötétben megcsillantak a lámpák. Már jönnek is. Diga nem habozott. Félrerántotta az ablakot borító fatáblát, elrántotta a függönyöket, és a szobába ugrott. Rémült asszonyi kiáltás és egy férfi ordítása hangzott. Diga látta az asszony fehér testét, amint ilyetten nyúlt ruha után. André szikrázó haraggal, magánkívül rontott a lánynak, durván karon ragadta és dühösen rázta. Hogy merted? Azt akarod, hogy megkorbácsoljalak. Uram, kiáltotta eszelős rémülettel diga, fehér urak jönnek, itt vannak. És kifelé integetett az ablakon. Azok egyszerre megértettek mindent és Diga látta, hogyan omlik össze a fehér isten, miként zöldül el az arca, hogyan válik reszketős, nyöszörgő kis állattá a fehér asszony. Már nem lehet elmenekülni. Azok minden pillanatban ide érhetnek. És ha meglátják a ház körül, amint éppen el akar surranni, mit mondjon, hogyan került ide? Mit keresett itt? André tehetetlenül állt, szemében rémülettel keze a revolvertáska felé nyúlt. Diga azonban nem vesztette el lélek jelenlétét. Az ősember esze és ösztöne a veszély pillanataiban működik a legtökéletesebben. Megragadta André kezét. Gyere, mondotta, én tudni, hogyan megmenteni téged. És már hurcolta kifelé a férfit, aki akarat nélkül engedelmeskedett csak éppen kiléphettek a házból és annyi időjük volt, hogy egy bokor mögé rejtőzhettek. Már meg is érkezett Robert Doré egy sereg néger kíséretében. A szobából csaholva, vidám farkcsóválással ugrott ki a barna kutya és örvendezve nyaldosta gazdája kezét. De egyszerre a kutya dühösen, felborzolt szőrrel rohant a bokor felé és vad ugatással ugrálta körül. Hé, mi van ott? Kérdezte meglepetten Doré. A négerek oda világítottak fákjáikkal. Hihihi. -hi -hi. Böfent ki belőlük ellenállhatatlanul a komisz gyermekkacagás. Csak egy valaki nem nevetett. Togó, aki szintén velük volt. Még a délután folyamán érkezett az erdei sürgöny, hogy a fehér urak jönnek visszafelé, és Togó Doré üdvözletére sietett. Nem is járt még otthon, sejtelmesen volt, hogy a felesége nincs a kunyhójukban. És most ott látta félreérthetetlen bizalmas helyzetben a fehér mérnökkel. És mindenki őt neveti. Még a fehér nagyúr is, aki gúnyos mosolyra húzza a száját, és úgy jegyzi meg. Mi az, kedves Szalmon úr, önnek ilyen furcsa idéjei vannak. És miért nem a saját portáján? Á, persze, kacagott fel, attól tartott, hogy a féltékeny féri meglesi. Itt természetesen senki sem gyanította. Bocsásson meg, hogy megzavartam. És hahotázva ment a házába. André égett a szégyentől. Dühében lekapta oldaláról a mindig ott lógó korbácsot, és szétcsapott a feketék között. Mit bámultok, barmok? Lóduljatok, a feketék ilyet ordítással rebbentek szét. De ebbe a hangzavarba élesen és idegtépően vegyült egy borzalmas sikoly. Diga! Kiáltotta André magánkívül. A boldogtalan lány ott feküdt tőle két lépésnyire mozdulatlanul, szétszúzott fejjel. Mögötte togó ördögi sziluettje rajzolódott ki, amint még ütésre lendülő karral szorongatta a hatalmas dorongot. Gyilkos, Gazember! Ordította magánkívül a mérnök. A dorong újra előre lendült, mintha a mérnök fejét akarná szétrepeszteni. De ugyanakkor eldördült André revolvere. Togó széttárt karral hanyat vágódott. Iszonyú csend támadt. És ebben a nagy csendben élesen kihallatszott a szobából Robert Doré harsogó hahotázása. Még mindig azon mulatott, hogy milyen furcsa helyzetben találta André Szalmont. És nem értette, hogy Louis miért nem akar vele nevetni. Vége.